Édes és sós, kicsi és óriási, magyaros és olaszos, natúr és színes, feltekert és torta formájú. Sokféle palacsinta közül választhattak azok, akik ellátogattak a Bácsföldvári Palacsinta Fesztiválra. A magyarországi Derekegyháza csapata ezúttal is hozott újdonságot Bácsföldvárra. Még ami nagyon újdonság, és az most újdonság nálunk, ez a különféle alakzatú formájú palacsinták, amit ilyen speciális tésztából készítenek. Ez az amerikai palacsinta művészet nevű dolog, amit próbálunk itt mi megvalósítani. A kilátogatók nem csak jól laktak, de jól is szórakoztak a zenés, táncos produkciókon és a versenyszámokon. Palacsinta feltekerésben is a derekegyháziak vitték el a pálmát. A többi versenyzőnek még gyakorolni kell a győzelemhez. Gyakorolni mindenképpen fogok. A titka az, hogy minél gyorsabban, mert a több gyakorlással többet is fel tudok majd tekerni, és jövőre igen meg fogok próbálkozni. A Palacsinta Fesztivált a Most civil szervezet rendezte meg, immár hatodszor. A palacsintát azt azért választottuk, azért, mert valamennyiünk kedvence. Úgyhogy olyan valamit a legjobb csinálni, azt mondták a nagyokosok az életbe, amit az ember hobbiból csinál, az akkor őnek nincs szakmája. Délután zsákfutásban is rajthoz lehetett állni, a legkisebbeknek pedig maszatka versenyt tartottak. A nap folyamán megválasztották a fesztivál legviccesebb fotóját, valamint a legfinomabb és legszebb palacsinta készítőjét, azaz a palacsinta királyt is.